Sziasztok! Érkezik a Mikárdori gyors talpaló utolsó része, amelyben az ötödik fejezet legfontosabb történéseit foglalom össze. Kísérjetek el a viharkriptához vezető úton, és a hatodik fejezetet napra készen kezdhetitek majd meg. Az eddigi legrövidebb fejezet meglehetősen sötétre sikerült, amelyben a baglyok bandája és Lish sok furcsaságot élt meg. Útjuk a vörös földekre vezetett, majd amikor a környéket az északi fehér sivatagtól elválasztó szomorú szirtekhez közeledtek, egyre bizarabb dolgokkal találkoztak. Egy barátságtalan tájon találták magukat, ahol szörnyű rituáléba, fonalas, csápos óriás guztustalanságba, elátkozott és soha nyugalmat nem nyerő utazóba, valamint Xalir egy régebbi katonatársába botlotta. Utóbbi a hely másfajúaknak otthont adó településének, a menedéknek volt a vezetője, ahová el is kísérték őt. Megtudták, hogy az egész terület ilyen szörnyű, meggyötört és kopár. Ekkor hallanak először a hírhet Baba Jagáról, aki a környék félve említett boszorkánya. Tovább haladva eljutnak Kopárkőbe, az ember lakta településre, ahol mindenki savanyú, unott és szürke. Rájönnek, hogy a holtükör szilánk a kínok völgyébe vezeti őket, ahol a Baba Jaga is tanyázik. Nincs mit tenniük, így elindulnak a gonosz banya felé. A találkozás előtt a környék szörnyeivel is összecsapnak, illetve pár gyanús tárgyat is szereznek, melyek később átkozottnak bizonyulnak. A Baba Jagával való interakciójuk feszültséggel teli, ám úgy fest, hogy a vén boszorkány segít nekik eljutni a viharkriptába, ha ők is segítenek neki. El kell tenniük lábalól a gyötrelem Pestia nevű förvedményt. A feladat könnyűnek tűnik, ám mégsem az. Barlangi csata, elszabaduló kínok völgye, párhuzamos dimenziók és egyéb finomságok kínozzák kalandozóinkat, míg végül egy az utolsó pillanatban meghozott, ártatlan és végtelenül szerencsés döntés miatt teljesítik a küldetésüket, pont a tragikus pusztulás előtt. Innentől pedig felgyorsulnak az események. A Baba Jaga teljesíti az alkut és a viharkripta közelébe juttatja őket. Itt megtudják, hogy a közeli falu szirtes ad otthont egy sziklabörtönnek, ahol Yoshit is őrzik, míg a viharkripta láthatatlan és megközelíthetetlen számukra. Lish azért próbálkozik, mire nyoma veszik. A társaság tovább megy, és mielőtt bejutnának a sziklabörtönbe, a viharkripta felfedi magát. Ez kisebb zűrzavart okoz, amit kihasználnak, és eljutnak Tristan gyermekének anyjához. A romantikus találkozást megtöri egy térkapu megnyílása a tenger fölött, amelyből egy óriási sárkány repül ki. A börtönön kívülről káosz, és pusztulás hangja hallatszik. Miközben próbálják elhagyni a helyszínt, megdöbbenti őket az, amit látnak. Különböző színsárkányok ostromolják a viharkriptát és szirtest. A rengeteg rom, égő ház és törmelék között menekülve végül egy ismerős arccal, Clodiotuk volt segédjével, Hakrinnal találkoznak. A csata elkerülhetetlen. Nem sok időbe telik, mire a sárkányok figyelmét is felkelti a küzdelem, így becsatlakozik egy hatalmas kék sárkány is, aki teljesen átalakítja a körülményeket. Hakrin megszökik, a társaság pedig csak azért tud elmenekülni, mert Aylat és az Unió a baglyok bandájának segítségére érkezik, köszönhetően a Tristan által viselt karkötőnek. A káoszt végül elhagyják, ám a furcsaságoknak itt még nincs vége. Az eszméletlen, leszedált Trishre bukkannak, aki mellett egy gyorsan eltűnő tieflinget láttak csak. Summa summarum, Yoshi, Lish és a baglyok bandája végül visszajut Újdarrömbe. A Mikárdori krónikák pedig egyelőre itt érnek véget. Ha nem szeretnél lemaradni a történet hátralévő részéről, és megtudnád, mi lesz kalandozóink sorsa a jövőben, akkor kövess minket élőben a hatodik fejezettől, november elejétől kezdve minden hétfőn 18 órától a twitch.tv/taverna csatorna oldalon. Na, mi van a dobozban?